Kedves nézőink, a múlt héten zárult a Vizikék óvodában az Ovi Póló nevű program. Most erről számolunk be önöknek. Ma ért véget az Ovi Póló itt a Vizikék óvodában. Milyen eredményekkel és mikor kezdték a gyerekek az úszást? Október elején kezdődött az Ovi Póló program, és a mai nappal fejeződött be. A mai vízivetékerén, amit az óvoda szervezett, nagyon eredményesen szerepeltek a nálunk jártas gyerekek. Honnan érkeztek a gyerekek, hiszen nem csak innen a Vizikék óvodából verbúválódott a most kialakuló csapat? Így van, Ajkaváros összes óvodájából, valamint Padrakútról, Halimbáról és Polányból és Rendekről is járnak hozzánk rendszeresen gyerekek. Említetted, hogy októberben kezdtétek a munkát, meddig lehetett eljutni októbertől a mai napig? Egyrészt úszástudásban, másrészt pedig csapatmunkában. Hát október elején egy-két gyerek nagy nehézségek árán bele tudtuk kényszeríteni, így mondta a vízbe, és május végére, tehát a mai napra a hátúszás lábtempója, kartempóval, a gyorsúszás deszkával, valamint deszka nélkül a nagyobbaknak már megy. Láttam, hogy karikákat kellett a víz alól felhozni, és egyéb ügyességi játékok is voltak. Mi ennek a célja? Az a célja ennek, hogy a gyerekek lemerjenek bukni a vízbe, mert sok gyerek még nem nagyon szereti a vizet, mint közeget, ezért ezt gyakoroljuk mindig az elején. Mennyi időt töltenek a gyerekek a vízbe egy héten? Egy héten 3 edzésük van, minden edzés 1 óra intervallumban zajlik. Mi a véleményed, mennyire sikerült a gyerekeknek elsajátítani az alapokat, illetve mennyire vízbiztosak, vagy érzik azt, hogy ez tényleg az ő közegük? Hát szerintem mindenkinek nagyon jól sikerült elsajátítani a vizet, mint közeget, nagyon élvezik az edzéseket, szerintem semmi probléma nem lesz a jövőre nézve se. Folytatódik ez a program más gyerekekkel, vagy ugyanezek a gyerekek akkor tovább is egy komoly kiképzésben vesznek részt? Hát mindenféleképp jövőre el szeretnénk újra indítani, ugye a 4 évestől a 7 éves korig, ugyanúgy az alsó kis csoportosokat is szeretnénk, de jöhetnek majd az általános iskolából is vissza hozzánk a meglévő gyerekek is. Úszó múltadból mi az, amit tudtál hasznosítani, amikor a gyerekeket arra késztetted, hogy válasszák ezt a sportágat, illetve hogy jól érezzék magukat a vízben? Hát nagyon sokat köszönhetek edzőnek, Farkas Andrásnak. Mindent tudtam használni, amit tőle tanultam, tanított, úgyhogy ezeket adom én is tovább. A sport iránti tiszteletet és fegyelmet. Láttam, a gyerekek nagyon élvezik a veled való munkát, és egy egészen jó közösség kovácsolódott össze. Neked személyesen mit jelentett az, hogy te foglalkozhattál ezekkel a gyerekekkel? Hát nekem ez nagyon nagy élmény volt erre az évre visszatekintve. Én nagyon élveztem, minden gyereket személyesen ismerek az óvodákból, mindenhonnan, az utcán is ugyanúgy köszönnek. Nagyon jól el vagyok velük. Kik segítettek abban, hogy létrejöhessen ez a program? Hát elsősorban szeretném megköszönni Kovácsné Győri Zsuzsannának, a VIMSZ intézmény vezetőjének, valamint Ajkaváros önkormányzatának, hogy ez a program létrejöhetett a gyerekekkel. És a gyerekek nevében is köszönjük szépen!